A matematikát úgy határozhatjuk meg, mint azt a tudományt, amelyben sem azt nem tudjuk, miről beszélünk, sem pedig azt, hogy igaz-e, amit mondunk. Azonban, ha a matematikát helyesen tanítják, akkor az felkelti a fiatal diák hitét az észben, bizalmat ébreszt benne a bizonyított dolgok igazsága és a bizonyítás értéke iránt, mondta Bertrand Russell, angol matematikus, logikatudós, filozófus és szociológus, Kingston harmadik grófja, aki május 18-án született. Russell angol főnemesi család sarja volt, nagyapja kétszer volt miniszterelnök. Szüleit korán elvesztette, és nagyszülei házi tanítókkal neveltették. 11 évesen kezdett el kételkedni a vallásban, ezt igazolja a Russell teáskannája néven ismerté vált történet, és egyre inkább a matematika felé fordult. A Cambridge-i Trinity College hallgatója lett, ahol matematikát és filozófiát tanult. Később Cambridge-ben professzor is lett. Russell és Alfred North Whitehead együtt írta meg a Matematika alapjai című munkát. Ebben az egész matematikát logikai alapelvekre próbálták felépíteni. Kollégája és barátja Godfrey Harold Hardy is mindennél fontosabbnak tartotta a bizonyítást, és egyszer ezt mondta Russellnek. Ha be tudnám bizonyítani logikai úton, hogy 5 percen belül meg fogsz halni, nagyon sajnálnám közelgő halálodat, de gyászomat nagyban csökkenteni a bizonyítás öröme. Russell mutatott rá az egyik legismertebb halmazelméleti ellentmondásra. A Borbé paradoxon szerint a Borbé a kaszárnyában csak azokat a katonákat borotválhatja, akik magukat nem borotválják, és tilos azokat borotválnia, akik maguk borotválkoznak. A kérdés az, hogy megborotválkozhat-e a Borbé, aki maga is katona. Ez az önmagukat tartalmazó halmazok paradoxonjának közérthető megfogalmazása. Russell az első világháború alatt a katonai szolgálatot megtagadókkal értett egyet. Pacifizmusa miatt 1916-ban elbocsátották állásából, és fél évre börtönbe is került. Az 1945-ben megjelent könyve, a nyugati filozófia története és a BBC műsoraiban való fellépései miatt egyre ismertebb és népszerűbb lett. Bekapcsolódott a békemozgalomba, időnként polgári engedetlenségre buzdított, majd 89 évesen tömeges ülősztrájkot szervezett az atomleszerelés kikényszerítése érdekében. Russell 1950-ben irodalmi Nobel-díjat kapott, a hivatalos indoklás szerint a sokoldalú és jelentős munkásságának elismeréséül, amelyekben a humanista ideálokért és a gondolat szabadságáért harcolt. Bertrand Russelltől származik az alábbi idézet is. A lehető legjobbá kell tennünk világunkat, és ha nem lesz olyan jó, mint szeretnénk, végső soron akkor is jobb lesz, mint amilyenné mások tették az elmúlt történelmi korszakokban.